bíróság, akkor majd eldönt, hogy kinek van igaza, mert az egyik fél azt állítja, hogy a nagyszerűen munkát végzett, a másik az azt, hogy semmilyen munkát. Az építéshatóság részéről Kozári Mihály tartott előadást a jelenlegi jogszabályi környezetről és a várható változásokról a Fejér Vármegyei Építészkamara továbbképzésén. Első alkalommal tartotta a Városházán szakmai napját a kamara. A helyszín választással is jelezve, a szakmai szervezet jó partneri kapcsolatra törekszik az önkormányzattal. Ugyanakkor a városvezetés is szoros együttműködést szeretne folytatni a kamarával. Erről már Lerner Zsolt alpolgármester beszélt köszöntőjében. Természetesen partneri kapcsolatba és jó kapcsolatra törekszik a város. Ezt azért is teszi, mert ugye itt Fehérváron egy városnak, meg nem csak Fehérváron, gyakorlatilag egy városnak a karakterét az épületei, közutai, parkjai, maga az építészeti környezet határozza meg, és az nem mindegy, hogy milyen környezetben élünk, mi városlakók a mindennapokban. A szakmai programon elhangzott, rengeteg jogszabály módosul majd a közeljövőben. Ugyan jelenleg még csak folyamatban van az építészeti törvény módosítása, a kamara azt reméli, némiképp finomodik majd a törvényi környezet. Picit finomodnak a jogszabályok, reméljük. A kamara egyébként részt vett a jogszabályoknak a véleményezésébe. Ha valóban ezekbe kerülnek az észrevételezések, akkor finomodnak a jogszabályok, használhatóbbak és gyakorlatilag lesznek. A jogszabályi változások mellett a szakmai programra is maradt idő. Az egésznapos eseményen bemutattak egy 3D szkennert is, ami a tervezést és a modellezést teszi gördülékenyebbé. Itt egy 3D épületszkennelő rendszert mutatunk be a kollégáknak. Itt annak az a lényege, hogy egy negyedórás szkenneléssel egy teljes belső bemutatható, illetve a szakmai anyagként az Archicadben be lehet illeszteni, és modellként lehet vele dolgozni. A Fejér Vármegyei Építészkamara szakmai napján díjazták a kamara és a Jáki József Technikum közös épületszerkezeti rajzpályázatára beérkező alkotásokat is. A versenyre nem csak a végzős, hanem a 9. évfolyamokból is érkeztek nevezések.